A szakemberek évek óta negatív eredményekről tudnak beszámolni a dohánytermesztés kapcsán. Az ágazat támogatottsága szempontjából a 2010-2015 közötti pár év volt kiemelkedő. Akkor ugyanis nem a nemzeti költségvetésből, hanem Európai Uniós forrásból gazdálkodott a szektor. Ha pedig a termésmennyiség felől nézzük az eredményeket, akkor a 30 évvel ezelőtti időszak volt a legjobb, közölte Bényei Illés, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke. A tavalyi 6800 tonnás termésmennyiség jónak számított, az idei ennél 20%-kal is kevesebb lehet. A betakarítás idén mintegy két héttel hamarabb kezdődött, a korábbi évekhez viszonyítva. Betakarítás tulajdonképpen egy 2-3 napon belül nagy valószínűséggel 100%-ban befejeződik. Az ezévi termés az sajnos elmarad a korábbi évek termésétől, ennek egyetlen oka van az aszály, illetve a másik oka, ami késleltette a betakarítást, a munkaerő hiánya. A hazai dohánytermő területnek jelenleg már a 90%-a van Szabolcs megyében. Mintegy 12-15 ezer ember dolgozik ezeken a területeken. A korábbi idénymunkások nagy része most külföldön dolgozik, egy másik részük pedig közfoglalkoztatott. Ez okozza a munkaerőhiányt, tette hozzá Bényei Illés. Ebben az évben közel 130 szerződéssel kevesebbet is kötöttek, ez nagyjából 130 hektárral jelent kisebb területet. A dohány a meleg, csapadékos időjárást igényli. Idén-nyáron az aszályos időszak nem tett jót a növénynek, valamint a hozzá nem értő, nem megfelelően elvégzett munka is okozza a rossz minőségű, akár 20%-kal is kevesebb termésmennyiséget. Sajnos elég jelentős lesz a kiesés. Országosan egy 5800 tonna száraz dohányra számoltunk, hát ebből nagy valószínűséggel 5000 tonna körül várható. Én örülnék neki, ha meg lenne az 5000 tonna. A Virginia dohány felvásárlását a szolnoki Doffer már augusztusban megkezdte. A nyíregyházi ULT pedig szeptember 10-től kezdte az átvételt. Szerződést 4500 tonnára kötöttek ebből a fajtából. Bényei Illés szerint jó, ha el tudja érni a 4000 tonnát a felvásárolt mennyiség. A Burley dohány felvásárlása várhatóan decemberben kezdődik. Agrártörténetileg óriási veszteség lenne, ha a szabolcsi termelők elhagynák az ágazatot, ezért biztosít az állam mintegy 1 millió forintos hektáronkénti támogatást. Ha ez nem lenne, sem Magyarországon, sem pedig Európában nem működne a dohánytermesztés.